Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. Ismét itt van egy ünnep, egy vasárnap, és hiszem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus is itt van közöttünk. Olyan jó megint azt tapasztalni, hogy egy páran már itt vagyunk az imaházban, talán most csak csöndben figyelnek a testvérek, hallgatják Isten igéjét, de már ott volt a vágy a szívükben, hogy eljöjjenek, erre most lehetőséget biztosított a vezetőség, március 7-től pedig élő személyes találkozásra van lehetőségünk. Szeretném, hogyha imádsággal kezdenénk meg a mai Isten tiszteletet is, fordítsuk a szívünket az Úr felé, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megszólíthatjuk a te drága szent nevedet. Mi egyszerű emberként odaállhatunk a színed elé, és jöhetünk bátran. Nem kell közvetítőket keresnünk, hanem személyesen oda mehetünk eléd, és te meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy megóvtad a mi életünket, köszönjük, hogy ott tartod a mi életünket a kezedben, és ezen a héten is számtalan esetben tapasztaltuk már, hogy milyen csodásan működsz, hogy mennyire szeretsz bennünket. És szeretnénk kifejezni ma a hálánkat a dicsőítésben, az imádatban, és kérlek, legyél ott a szolgálatban, az ige hirdetésben is, hogy a te üzenetedet tudjam szólni, és ha legyél ott a hallgatók közelében, szívében, nyisd meg az értelmüket, a szívüket, hogy befogadják a te ígédet, hogy ne csak a fülünkkel, ne csak az értelmünkkel, hanem a szellemünkkel is fel tudjuk fogni azt, amit akarsz nekünk mondani. Kérünk, hogy így áld meg ezt az alkalmat, ezt az Isten tiszteletet, még akkor is, hogyha ilyen különleges online formában, talán csak videóról, képernyőről nézve látható, hallható. Amen. Márk evangélium a 7. rész, első 13 versét szeretném felolvasni. Tehát Márk evangélium a 7. rész, első versétől kezdve így hangzik Isten igéje. Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományához, és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért esznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, amint megvan írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát. Mert Mózes ezt mondta. Tisztelt apádat és anyádat, és ezt. Aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így beszéltek. Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét a ti továbbadott hagyományotokkal. De sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva tisztátalanná tehetné őt. Eddig Isten igéje. Szeretném, hogyha most az igére fordítanánk a figyelmünket. Úgy gondolom, hogy a legtöbb ember azt állítja a Bibliáról, hogy egy értékes könyv. A legtöbb ember ma azt gondolja a Bibliáról, hogy a civilizációnk egyik alappillére
talán az egyik legfontosabb írott dokumentuma. Mondják is, hogy semmiképpen nem hagyható figyelmen kívül, hiszen értékes gondolatokat, sőt megszívlelendő tanácsokat lehet benne felfedezni. És az ördögnek ez pont elég. Nehogy azt gondoljuk, hogy csak a Biblia lábbal tiprása, vagy megszégyenítése, vagy éppen az elégetése van az ördögtől. Nem. A gonosznak az is éppen annyira elég, hogyha az ember besorolja a Bibliát, Isten szavát a többi fontos könyvgyűjtemény közé. De nem van úgy róla, hogy az Isten szava az egyedüli igazság, ami életet átformáló, életet megelevenítő. Az ördög ezzel megelégszik. És olyan sokan vallják ezt. Fontos könyv. Értékes, érdekes. De még sincsen hatással rájuk, mert nem veszik eléggé komolyan. Nem eléggé nagy tekintély az ő számukra. Én hiszem azt, hogy egyetlen egy ideológia, könyvgyűjtemény, vagy bármiféle gondolkodónak az írása nem vetekedhet a Biblia igazságával. Ez Isten szava, és ez az, ami meg tudja változtatni az embernek a szívét, egész életét, jellemét és gondolkodását. És talán a mai nap egyik legfontosabb kérdése, amit szeretnék a szívedre terhelni, az az, hogy milyen súlya van az Isten igéjének a te életedben. Alapvető zsinór mérték, amihez bármi áron igazítod az életed, minden egyes rezdülését, vagy csupán valamilyen ötletadó, tanácsadó, érdekes forrás a sok más útmutató mellett. Én döntöttem, és sokan döntöttünk. A Biblia az Isten szava. Ehhez tartjuk magunkat. Szó, amely teremteni tud. Teremteni tud életet. Az első lapon az áll, hogy az Isten megszólal az ürességben, és azt mondja, legyen. Legyen világosság, legyen föld, legyen száraz, legyenek vizek, legyenek hegyek, legyenek életek, pesdüljön a víz, szárnyaljanak a madarak, keljen életre az ember, és az életnek leheletét is beleleheli. Szó, mely életre hív mindent. És a Biblia, az ma is Isten szava, nem veszített erejéből, ugyanaz a szó, ami megteremtette a világ mindenséget, és életre hívta az élettelent, a port, ugyanaz a szó a halott szellemet, lelkeket tudja megeleveníteni, életre hívni az embert. És én ebben hiszek, és ezért a legfontosabb számomra Isten igéje. Ott legyen végig ez a kérdés bennünk. Milyen súlya van az Isten igényének az én életemben? Mert pont ez a kérdés ennek a történetnek is. Milyen tekintéllyel bír számodra Isten szava? Az ördög emberei ott vannak Jézus körül. Azt láthatjuk, talán nem túlzás kijelenteni, hogy megfigyelték őt. Minden rezdülését. Hol hibázik? Hol lehet belekötni? Nyomasztó lehetett úgy tanítani, úgy szolgálni, hogy közben figyelik minden egyes mozdulatodat. Talán akik ma az élvonalban szolgálnak az első sorban, azok picit átélik ugyanezt. És egyszer csak a csöndes megfigyelésből hangos ordítás keletkezik. Szinte rá kiáltanak Jézusra. Ott van a hiba. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományait szerint? És miért étkeznek tisztátalan kézzel? Nem is kellett sokat várni, mindjárt hibáztatok. Jézus válasza pedig olyan egyértelmű. Igen, nem tartják be a vének hagyományait. De miért? Miért kéne? Miért kéne betartani? Természetesen itt nem a higiéniai kézmosásról van szó, hiszen Márk megjegyzi, hogy
csupán egy maroknyi vízzel tették ezt. Ez egy rituális, vallásos, tisztasági szertartás volt, amit elvégeztek az étkezés előtt, ahogy felsorolja az edények megmosása és az ágynak a megmosása is, mind arról szólt, hogy még véletlenül se legyen tisztátalan az ember, mert hogyha akár tudtán kívül a piacon hozzáért egy tisztátalanhoz, akár állatról, akár egy tárgyról, pénzről, vagy emberről legyen szó, úgy gondolták, hogy akkor az ő tisztátalanságra ráragadt, és hogyha ő megfogja az ételt, és beviszi a szájába, akkor belülről lesz tisztátalan. Mint hogyha így működne a tisztátalanság. És ezért a vének, a régi hagyomány, a rabbinikus irodalom újabb és újabb törvényeket gyártott az Isten akaratta parancsai mellé, hogy mindenféleképpen elkerüljék a tisztátalanságot. De ezt már nem Isten parancsolta. És azt mondja Jézus, miért kéne a tanítványaimnak betartaniuk a ti hagyományaitokat? Vajon az egyenrangú lenne az Isten parancsával? Egyenértékű, egyenlőséget lehet húzni a hagyomány, az emberi rendelkezés és az Isten akarata között? Jézus szerint világossá teszi itt előttünk, nem. Alá van rendelve az Isten akaratának. És Márk magyarázza, hogy nem ez az egyetlen tisztasági szertartás volt, hanem sok, sok apró, olyan parancs, amit emberek találtak ki. Miért tartotta fontosnak megjegyezni ezt Márk? Mert itt van a kutya elásva. Ez a bűnnek a gyökere. Ugyanis minél több törvényt kell betartani, annál nehezebb azt megtartani. Így működik a törvény. Minél többet kell betartani, minél részletesebben kell azokat megtartani, annál nehezebb. Csak gondoljunk el egy földművest. Hát hol volt neki maréknyi vize? Vigye magával? Mindig kezet mosson? Vagy az ágyát megmossa, vagy az összes tisztasági szertartás meg tudja tenni a maga rendje és módja szerint. Vagy éppen egy pásztor, aki kint van a semmi közepén éjjel-nappal, távol a civilizációtól. Hol tudja ezt megtartani? Különbség van az ember és ember között. De ezek az emberek, ez az egyszerű nép az életben maradásért küzdött. És jöttek a farizeusok, és rájuk terhelték a törvénynek a súlyát, az emberi rendelkezésének, tömegének a súlyát. Tessék ezt is megtartani, ezt így kell csinálni. Nem tudták. És jött a szégyen, hogy milyen kevesek vagyunk, mennyire sokszor elbuktunk, nem tudtam most sem megtartani ezt a szokást, ezt a hagyományt. Bezzeg a farizeusok, az írástudók. Ők minden nap olyan szépen megtartják, rutinszerűen, tudják, hogy mi után kell, hogy következzen. Ezzel együtt kihúzhatta magát a farizeus, az írástudó. Igen, milyen ügyesek vagyunk, milyen szépen a rendelkezéseknek megfelelően tudunk élni, és már is ott van a különbözőség. Olyan élessé válik, hogy mi vagyunk a tiszták, mi vagyunk a jók, mi vagyunk az Isten szerintiek, ti meg a hátul kullogók. A büszkeségnek, a kivagyiságnak, a kérkedésnek a meleg ágyává vált az emberi hagyományok, rendelkezések, szokások tömkelege. A másik ok, ami talán fel sem tűnt az egyszerű embernek, hogy a sok szokás megtartásával el lehet titkolni a valódi problémát. És erre akar rávilágítani itt az Úr Jézus ebben a történetben. Hogy lehet, hogy ti megtartjátok az emberi hagyományokat, rendelkezéseket, amit a vének generációról generációra átörökítettek, de az Isten akaratának meg nem engedelmeskedtek. És úgy gondoljátok, hogy tiszták vagytok, mert ti a legtöbb törvényt megtartjátok, sőt, talán mindegyiket, pedig valójában nem az Isten akaratát kutatjátok.
elvesztek a részletekben, és el tudjátok bújtatni a bűneiteket az emberi hagyományok mögé. Így már nem csak az a baj, hogy az emberi rendelkezéseket egyenlővé tettétek az Isten akaratával, hanem ami még nagyobb probléma, hogy felé helyeztétek. Fölé helyeztétek azt. Ahogy mondja Jézus a farizeusoknak, érvénytelenné teszitek az Isten igéjét, szavát, a ti továbbadott hagyományatokkal. Természetesen ez nem arról van szó, hogy valóban érvénytelenné vált volna az Isten igéje. De az emberi szívekben, gondolkodásban igen. És ez volt a probléma. Betartok egy emberi hagyományt, és kiiktatom Isten igéjét. Kitörlöm vele. Mert megtehetem, hiszen az is egy rendelkezés, meg ez is egy rendelkezés. Az egyik a másikat felülírja, így gondolkodtak a farizeusok. És azt mondja az Úr Jézus, ezt nem lehet megtenni. Ilyen nincsen. Jézus gyorsan hozott is egy példát. Példát arra, hogy mi az Istennek a szándéka. Világosan megmondta Isten igéje által, ott van benne az alapvető törvény gyűjteményben, a 10 parancsolatban, hogy az ember tisztelje apját és anyját, és hogy meg ne gyalázza a szüleit. És ebben a törvényben, ebben a parancsolatban teljes mértékben benne van a szülőkről való gondoskodás. Nagyon erősen ott van benne, hogy gondoskodjál a szülőkről. Mert hogyan lehetne tisztelni a szüleidet, hogyha nem gondoskodsz róluk? Vagy hogyha hagyod, hogy az idős, ágyban fekvő édesapád vagy édesanyád éhen haljon. Hát ez nem gyalázat? Mert te nem gondoskodtál róla? Dehogy nem. Mivel abban a korban nem volt nyugdíj, Mózes egyértelműen kötelezővé tette, hogy a fiú gondoskodjon az atyáról. Idős korban, a szülőkről. Neki kellett ezt megtenni. Igen ám, de az pénzbe kerül. Igen ám, de az a saját forrásnak egyfajta felemésztése. És ez nem tetszett a farizeusoknak. Ez nem tetszett már a véneknek sem. És azt mondták, hogy írjunk egy másik törvényt, ami felülírja az Istennek a parancsát. Mint hogyha ezt megtehetné az ember. Szinte már nevetséges. És találtak egy kis kaput. Ha azt mondod valamire, hogy korbán, vagy Istennek szánt ajándék, abból senki semmilyen hasznot nem húzhatott. Az egész vagyonra, a házra és mindenre azt lehetett mondani, hogy korbán, Istennek szánt ajándék. És a szegény szülők nem részesülhettek belőle. Igen ám, de mi volt akkor, amikor meghaltak a szülők? A fiú eltemette és vonogatta a vállát, hogy hát megsegíthettem volna ugyan, de már kimondtam, hogy korbán az egész vagyonomra. És szépen eltemette, talán még krokodilkönnyeket is ejtett érettük. Aztán teltek, múltak a hónapok, az évek, és a fiú nem adta be a vagyont a templom javára. Nem adta oda az Istennek. De már ki emlékszik arra? Ez már egy másik forrás. Azt már én leadtam, bármit mondhatott. Nem jártak utána az emberek. Megtartotta magának. Így játszották ki az Istennek a törvényét. Más embernek a kárára. Milyen borzasztó. Ez a gyalázat, ez az embergyűlölet, ez a gyilkosság. Ez a szeretetlenség. És azt mondja Jézus, na itt van a probléma. Ez a probléma. Nagyon szépen betartjátok a hagyományokat, azzal nincs is semmi gond. Csak onnantól kezdve válik problémává, amikor az Istennek az akaratát iktatjátok ki. Írjátok felül a ti hagyományaitokkal. Ahogy mondja Jézus, szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát. Az ige fényében, testvérek, mi is döntéshelyzetbe kerülünk. Döntenünk kell, hogy melyik a fontosabb, Isten igéje,
vagy a szokásaink, Isten szándéka, vagy a hagyományaink, az Úr akarata, vagy az én véleményem. Nagyon sok emberi hagyomány van egyébként szerte a világban. Jézus nem is feltétlenül azt mondja itt, hogy ne legyenek hagyományaink, ne legyenek szokásaink, hiszen sok esetben ez elősegíti az embert. Nem kell azon gondolkozni, mi a következő lépés, tudja, ez a hagyomány, ez a kultúra. Mi is egyfajta kultúrában élünk. Hogy csak mondjak egy pár dolgot, egy hivatalos helyen, ahol több ember van, az ember nem kezd el kiabálni, vagy hangosan beszélni, mindenki csöndben beszél. Vagy nem a fűvön megyünk keresztül kasul, hanem mindenki a járdán közlekedik. Emberi hagyomány, de jó rendelkezés, természetesen. És a gyülekezetnek is vannak hagyományai. Kezdjünk délelőtt 10 órakor, mindenki szépen van felöltözve, szép ruhát vesz föl, illendően jelenünk meg. Aztán az egész liturgia, ahogy felépül egy Isten tisztelet, az is emberi rendelkezések, hagyományok, amiket talán a múltból átörökítették elődeink. De a legfontosabb kérdés, hogy vajon, amikor olyan élethelyzetbe kerülünk, hogy a hagyományunkról le tudunk mondani, le kell mondani az Isten akarata, hogy érvényesüljön, meg tudjuk-e tenni. És hagyd mondjak el 10 következtetést, amit én ebből a történetből leszűrtem. Csak így felsorolás szerűen. Nincs olyan emberi hagyomány, szokás, rend vagy szabály, ami megelőzheti Isten szavát. Fontosabb, hogy Isten akaratának engedelmeskedjünk, mint az emberi szabályoknak. Bármelyik emberi alkotta szokás, rend, hagyomány változtatható. Isten igéje az egyetlen, ami változtathatatlan, hiszen ő volt az igazság mindig is, és ő lesz az igazság a jövőben is. Mindig lesznek olyan élethelyzetek, amikor engedni kell a hagyományból, speciális helyzetek, amikor nem alkalmazható a rend, az emberi kitalált szokás. Rugalmasnak kell lenni. Az emberi hagyományok megszegésénél fontos megérteni, hogy a hibát vétő vajon csak az emberi rendelkezés szabályozás szegje meg, vagy az Isten akaratával is ellenkezik. Mert sokszor ráhúzzuk a vizes lepedőt, hogy te megint nem teszed azt, amit kellene. Közben pedig Isten akaratával egyáltalán nem ellentétes az, amit tesz. Hogy mondjak erre 2 példát, mert talán ezt a legnehezebb megérteni. Olvastam pár hónappal korábban egy amerikai gyülekezetről, hogy az egyik vasárnap betért egy toprongyos, farmernadrágos, kapucnis fiatalember. Hát mindjárt látszott, hogy különbség van az illően felöltöző gyülekezethez képest, de szeretettel fogadta a közösség. Egy kicsit beszélgettek vele, aztán következő vasárnap újra eljött, ugyanebben a szerelésben ez a fiatalember, az utáni vasárnap ismét eljött, és egyszer csak egy testvérnő megszólalt úgy félhangosan a háttérben, hogy most már azért észrevehetné magát, hogy nem így szoktunk öltözködni. Valaki mondja már meg neki. Erre a fiatal ember szomorúan hátrafordult, és azt mondta, ez a legszebb ruhám. Isten akaratával ellentétes, amit tett? Nem. Egy emberi szokás az, ami talán nem tartott be, mert nem is tudott. Hogy mondjak egy másik történetet, ugyancsak egy amerikai gyülekezetről olvastam, hogy egy fiatal új lelkész került a gyülekezet élére, állt szolgálatba, és úgy gondolta, hogy jobban megismerhetné a gyülekezetet, hogyha ilyen közösségi vasárnapokat tartana, egy sorozatot. És vasárnapról vasárnapra szeretett vendégséget is meghirdetett. És az első ilyen közösségi vasárnapon, az istentisztelet után az udvarra szépen a finom nép gyülekezet kivonult, és szeretett vendégséget fogyasztották, éppen a süteményeknél tartottak,
amikor a kapun betévedt egy különleges hajléktalan alak. Fogott egy papírtálcát, és jobbról is, balról is, fej lehajtva, szégyenkezve, de egymás után rakta bele a süteményeket. Egy ideig nézték a testvérek ámulva, mi történik itt, mikor valaki nagyon erősen ránézett a lelkészre, és megszólalt, valakinek csinálnia kéne valamit. A lelkész akkor észbe kapott, gyorsan berohant a konyhába, egy perc múlva kijött egy nagy tálca süteménnyel, roskadásig megrakva süteményekkel, finomabbnál finomabb falatokkal, és átnyújtotta ennek az alaknak. És azt mondta, hogy tessék barátom, jövő héten is egy közösségi alkalmunk van, szeretett vendégség, várunk téged akkor is. Ugye? Mi a lelkület? Mi a lelkület bennünk? Hogy folytassam a felsorolást. Ne gyártsunk elviselhetetlenül sok szokást, mert az helyett, hogy közelebb vinni az embereket, Istenhez eltaszítja őket. Ne kérkedjünk hagyományainkkal. Önmagában az, hogy betartjuk a saját magunk által létrehozott szabályrendszerünket, szokásainkat, még nem tesznek minket jobb emberré a másiknál. Vizsgáljuk felül hagyományainkat. Nehogy a saját szokásaink gátolják meg Isten akaratának érvényesülését. A hagyományaink betartásával nem lehet semmissé tenni egyetlen bűnt sem. Az csak Isten előtti őszinte bűnvallás, és az arra válaszként kapott isteni kegyelem képes. És végül, amit levontam következtetésként, néha tegyük fel a kérdést őszintén, vajon nem váltak-e bálványokká hagyományaink. Hogy igaz legyen ránk is, Ezékiel proféciája. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Amen.